Sziasztok, én Niki vagyok, és a mai videóban hol videót hoztam nektek. Karácsonyi dolgok miatt mentem el a Pepkóba, illetve a Kikbe, és sikerült egy pár dolgot beszereznem, úgyhogy ezeket szeretném most nektek megmutatni, remélem, hogy kíváncsiak vagytok rá, mutatom a termékeket. Egy nagy szatyor, ez van a második szatyor. Adok mindent, és úgy fogom mutatni nektek, hogy ne legyen a videóban csörgés és zörgés. Az elsővel kezdem. Hát most nagyon ilyen zöld színre vagyok rákattam, erre a mély zöldre. És hát ezt a gyönyörű párnát. Nézzétek, milyen puha, milyen szép zöld. Úgyhogy őt hoztam el, de sajnos csak egyetlen egy darab volt belőle, mire észbe kaptam, mindent elkapottak a Pepkóba. És hát remélem, hogy találok majd még ilyet, átmentem egy másik Pepkóba is, és ott viszont nem volt. Úgyhogy egy van ebből, de nagyon szeretnék még egyet legalább. A következő szintén ez a gyönyörű zöld, ez egy ágytakaró, és hát ez is egy gyönyörűség, nagyon puha, nagyon jó fogása van, és ugye ezt a szobámba gondoltam az ágyhoz, a kettő teljesen jó megy, és 3500 forint volt. Volt többféle színben is, hogyha valakit érdekel, és hát sajnálom, hogy nincs már két párnám, de remélem, hogy lesz még. Úgyhogy ez volt, aztán még egy zöld, maradjunk a zöld színeknél. Az pedig ez a kilépő. Én mutatom, hogy lássátok. Ez is volt többféle színben, de nekem ez tetszett, ez a zöld, ez is jó puha, és 1200 forint volt. A következők, ebből kettőt is vásároltam, ez a monós doboz. Hát ennek másabb színe van. Ez a tipikus tároló, ugye? A gyerekeknek gondoltam, hogy a polcra a szobába, amúgy is kellett volna, úgyhogy ebből vettem kettőt. És tetszik is, hogy olyan manós, karácsonyos, de hát nyilván ezt nem csak karácsonyi időszakra szeretném, úgyhogy ebből vettem kettőt, meg lehet, hogy arra is jó lesz, hogy a karácsonyi ajándékokat csak így belerakom a fa alá. Hát képzeljétek el, hogy ebből a karácsonyi alátétből ez az egy darab volt, ebből is, ezt is szétkapkodták, és hát nagyon szép, olyan kis hangulatos, és hát ebben is van bőven zöld, és nagyon jó az anyaga, erős. Nyilván mondjuk csak ilyen sütiket vagy olyasmit rátenni, ami nem fogja be annyira, mert nem is tudom, hogy is volt lehet mosni, de nagyon jó erős az anyaga, úgyhogy ez van még, ami olyan karácsony, és a többi, ja, és még van egy, ez egy karácsonyi csillogós, aranycsillogós kis fenyő, hát ennek még nem tudom, hogy hol lesz a helye, de nagyon megfogó, csillog-villog, 1000 forint volt. És mutatok még egyet, ami még nagyon megfogott. Ez a karácsonyi, hát ő nem karácsonyi, csak egy gomba. És annyira szép, mutatom nektek, ilyen aranyozott gyöngyökkel van kirakva. Az van így ráragasztva a gomba fejre. Egyébként a Kikből is nagyon sok ilyen gombás plüssöket láttam. Nagyon szép, úgyhogy nagyon megfogott. 1000 forint volt talán ő is. Amire konkrétan szükségem volt, a fűszertárolóimat szerettem volna átpakolni, mert ami van, az nem a legjobb, és hát ideje lett volna már egy kicsit felújítani, úgyhogy abból vettem többet. Ilyen kis fűszertárolókat vettem, ezeket több méretben. Nagyon jó a kis fedele, és ilyen natur színben, hogy ez mindenhez menjen, hogyha majd esetleg, ha majd elköltözünk, és a konyhámnak a színéhez menjen, mert azért ezeket most egy darabig nem akarom lecserélni. Ilyen nagyobb méret is van, tehát ez a közepes, ez nagyobb, és a kicsiből hármat is vettem, de még szerintem még egy ilyen nagyot fogok venni a porcukor, mert én szeretem, hogyha a porcukor is így ki van öntve, és akkor nem csak a kristálycukor, hanem a porcukor is így ki van ilyen tárolóba téve, úgyhogy ezt vettem. Aztán, amit még hoztam hozzá, ez egy forró csokis bögrécske. Ez a 270 ml, tudjátok, ez a kis standard kis forró csoki bögre. Ezeket nagyon szeretem, de
Nekünk nem volt ilyen, viszont a vendéglátásban használtam ilyet, és nagyon jó, meg nővéremnek is ilyen van, és egyébként nem is egy drága dolog, így kettő darab 800 forint, teljesen jó, megéri az árat, és egy nagyon erős üvege van ennek. Tehát, hogy ez teljesen jó, masszív forró csokinak. És mi meg nagyon szeretjük a forró csokikat. Ami még jött velünk haza, ez a kicsi váza, egy ilyen sima áttetsző üvegváza. Hát még nem tudom, hogy mi lesz a sorsa, lehet, hogy csak ilyen karácsonyfa ágakat fogok betenni, vagy még nem tudom, hogy a gyerekektől hogy tudom megtenni, az is lehet, hogy ezt ajándékozom anyunak. Egyébként nem egy nagy összeg volt, 500 forint, és most ezeknek az ára, az üveg vázáknak nagyon le voltak értékelve, úgyhogy hát szívesen vennék ilyen nagyobbat is, csak a gyerekek miatt még egyelőre nem merek venni. Amúgy nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de a Beukóba egyszerűen annyi időt el tud tölteni az ember, és annyiféle jó dolog van. A ruhákért annyira nem vagyok oda, megmondom az igazat, mert kimosod, aztán olyan, mintha már többször használtad volna. Viszont az ilyen Beukó Homeért, az ilyen dolgok, én nagyon jó, nagyon oda vagyok, és nagyon szeretem őket. Na nézzük, mi jött még velem haza. Ez a picike kis fű, ilyen műfű. Ez is tök aranyos. Hát ez csak így, nem is tudom, hogy hova gondoltam, hogy a fürdőszobában, vagy a konyhában ilyen pici dísznek az ablakba. 1200 forint volt csak. Aztán biztos tudjátok, hogy a Pepco-ba most már árulnak édességeket, kubút, ilyen gyümölcsitalokat, és hát mi nagyon szeretjük az édességeket, és rengeteget kipróbáltunk, mert a férjem próbált ezt az alkoholos kis csoki golyókat, aztán van ilyen mentolos cukorka, amit én nagyon szeretek, az is csak 250 forint. Aztán vannak ilyen ízesített kekszek, ezeket most nem tudom megmutatni, mert ezeket már mind megettük, viszont amit meg tudok mutatni, édességben, kávés cukorka. És ezek is többféle ízesítésben van, espresso, nut cappuccino, aztán van a latte, és van az ír kávés. És hát most nem vagyok benne, talán 400 forint volt. Igen, és hát így a férjemnek gondoltam a munkába, hogy elviszik. És amit még vettem, képzeljétek ezzel, hogy jártam. Előbb megmutatom. Az a lényeg, hogy ez egy narancsos csok, ilyen narancs szeletek. És így néz ki, ilyen bomba. Mint egy narancs teljesen úgy néz ki. Kisbontom nektek. Így néz ki. És hát most nem mondom fel, majd este megesszük. Egyszer kaptunk egy ilyen narancsos csokit egy kedves ismerősünktől, és így be volt csomagolva, a dobozát nem is látok, és én még nem láttam ilyen narancsos csokit. És így meg is lepődtem, hogy milyen narancsok, és becsomagolják így a narancsot. És akkor betettük a hűtőbe, és nem is tudom, hogy mennyi idő után vettem ki, hogy most már biztos megromlott, nem ettük meg. És akkor, hogy kibontottam, hogy milyen lett belőle, akkor jöttem el, hogy ez egy csoki. És nagyon finom ez a csoki. Iszonyatosan finom, egy a baja, hogy ez 1000 forint, és nagyon hamar elfogy, de ez cappuccinoval, kávé mellé, vagy csak itt simán, szabadon, nagyon finom, gyerekek is nagyon szeretik. Na és a lényeg, hogy a nappalimban szeretném lecserélni a függönyt, és hát néztem függönyöket, hogy milyenek vannak, és hát kaptam is egy ilyen átlagosat, ami ilyen gyönyörű, szép, ilyen tűfehér, és ebben kettő darab van, 140x260-as, és 1800 forint. Na most először csak úgy gondoltam, hogy egy darabot ide, így a nappaliba, viszont, hogy szebbet mutatna, így három darab kellene ebből. És hát először visszamentem, akkor nem kaptam, és nagyon szomorú voltam. Elmentünk másik üzletbe, ott se kaptam. Aztán most a nagyobb vásárlásomnál zöld párnáért mentem, akkor viszont a zöld párnát nem kaptam meg, és kaptam a függönyből még egyet, úgyhogy ebből a függönyből most már kettő van. Így már kettő darabom van, és akkor még marad annyi, hogy talán a konyhába le tudom cserélni ugyanerre a függönyre ezt a picikét, és akkor talán úgy meg tudom csináltatni, húzok bele anyagot, és akkor szépen ilyen rojtosabban, hogy jobbat mutasson így az ablak mellett, vagy az ablakon, és akkor hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Aztán, ami még mindig a Pepco-ból van, de már nem mondjátok, illatgyertya. Ezeket a piciket vettem, én ebből 5 darabot vettem. Szóval arra gondoltam, hogy ezeket így ajándékba
Megveszem, nagyon jó illata van, ezzel tele van a ház, ez nagyon jó, nagyon kellemes, és én már annak előtte vásároltam ebből a gyertyából. Ez egy régebbi, és mondom, most 5 darabot vettem ebből a gyertyából, hogy így a családban mindenkinek legyen így a házba. Nagyon jó illatú, nagyon kellemes illata van. Úgyhogy, és csak 500 forint volt darabja most ennek a gyertyának. Egyébként a gyertyában most nagyon sok kedvezmény volt. Illetve még egy gyertyát vettem. Az pedig ez a Dark Choco Mokka illatú gyertya. Ez ilyen bordó. Ezt már azonnal felavattam. Nagyon jó illata van. Ezt a kisfiam választotta. Iszonyatosan jó illata van. És viszont ezzel nincs úgy tele a ház. Csak így a maximum nappali, hogyha így gyújtom meg. És nagyon kellemes volt, és ő is 1000 forint, igen, 1000 forintba került. Szerintem szépek ezek az üvegek is, meg hát ez biztos, hogy nagyon sokáig fog eltartani. Hát szerintem így a Pepco az ennyi, az ki is van így lőve. Amit még szerettem volna, az ilyen narancsfacsoró, azt nem találtam. Meg hát vannak még dolgok, amiket úgy kinéztem, amik úgy szerintem nagyon szépek. Majd meglátom, hogy megveszük-e, vagy próbáljuk kihagyni. Aztán jöhet a kék, akikben nem sok mindent vettem, de mutatom azt is. Igazából a gyerekeknek mentünk ruhái, az sikerült megvennem, Siminek ilyen szaladgálós nadrágot kintre az udvarra. Aztán ilyen mikroszálas törlőrongyot vettem. Hát ennek ilyen ilyesmi a mérete. Mekkora méret ez? Hát nem is látom. 2 darab van benne, és 400 forint. Bába. Gondoltam, szappan, folyékony szappan tárolóra. Üveget nem akartam, mert hogy a kicsik azok beleborítják a csapba, összetörik. Aztán van ilyen műanyagunk, de az annyira csúnya, hogy tudjátok, ez a saját doboza, például a kéztörlőknek, vagyis a folyékony szappanoknak a saját doboza, de abban nem nagyon szeretem tárolni. Fa tárolót még nem használtam, nem tudom, mennyire fog átázni. Igazából a fa dolgokat nagyon szeretem mindenben, főleg a játékokat, a fa játékokat. És hát erre kíváncsi leszek, ez az 500 forint volt, és ez már ugye a kik. És még egy fogkefe tárolót, ez pedig 1200 forint volt. Egyébként szerintem teljesen jót mutat így a kettő együtt. Úgyhogy hát így ennek úgy örülök. Aztán majd meglátom, hogy tényleg mennyire ázzik át, vagy sem. De úgy néztem, hogy nem fogom, mert ott belül, mintha ilyen műanyag lenne. Lehet, hogy megvédi itt a fától, és akkor a fa a külső az csak egy ilyen borítás. Úgyhogy ez biztos, hogy beválik, remélem jó lesz. Aztán, amit még vettünk a kikbe, talán ezt vettük, mert még volt egy-két játék a gyerekeknek, illetve hát amit még vettünk, az pillacok volt. Úgyhogy tesszük vacskóval. Ennek 1200 forint volt darabja. Kikből meg nem vettem pillecukrot. Amit szeretünk pillecukrot, az a spáros. Az a legfinomabb szerintem eddig. A forró csokikhoz mi nagyon szeretjük. Illetve hát a picik is így egyet-kettőt szoktak kapni. Ahogy látom. És ilyen különböző figurák vannak benne. Talán ez ott egy bűnneforma. Egy nyalóka forma, olyan kis másabb, nagyon aranyos. Úgyhogy majd erre kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Más nincsen, úgyhogy hát ki is fáradtam és ki is fulladtam, úgyhogy ennyi volt ez a videó. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, illetve ha valami volt termék, akkor ami nektek megtetszett, akkor azt ajánlom, hogy akkor ne gondolkozzatok rajta, hanem ha tehetitek, akkor, és mondjuk kell, akkor vegyétek meg. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, aki még nem iratkozott fel a csatornámra, az iratkozzon fel, illetve lájkoljátok ezt a videót, és nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!